21. alkalommal rendezték meg e héten kedden a hagyományoknak megfelelően a Sey János gimnáziumban a Jó szó Dobre Slovo elnevezésű szlovák nyelvű vers és prózamondó versenyt. A megmérettetés érdekessége, hogy a névadó verset, Ján Kosztra költeményét egy volt gimnazista diák fordította le magyar nyelvre. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Andrej Hrnčiar, a parlament alelnöke, régiónk parlamenti képviselői, Bastrnák Tibor és Vladimir Matyeicska, Milan Belica, Nyitra megye elnöke, Stubendek László polgármester és természetesen a verseny ötlet és házigazdája Csémi Marianna is. A verseny résztvevőit, a pedagógusokat és a vendégeket Andruskó Imre igazgató köszöntötte. Formálne chcem povedať, že som bol veľmi prekvapený, keď som dostal túto pozvánku, lebo som nevedel, že takáto súťaž na Slovensku existuje. A bol som šokovaný, keď som sa dozvedel, že už 21 rokov... Amikor megkaptam a meghívót, nagyon meglepődtem, hiszen nem is tudtam arról, hogy létezik egy ilyesfajta verseny, amelyet már 21. éve rendeznek meg. Szép élmény számomra, hogy ma én is itt lehettem. Példamutató számomra az, hogy az itteni tanáremberek több mint két évtizeddel ezelőtt megmutatták, hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell összekötni a nemzeteket, hidat építeni közéjük. A vetélkedő fő gondolata nem csupán az, hogy a magyar ajkú gyermekek tökéletesítsék szlovák nyelvtudásukat, hanem az is, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, egymás kultúráját. Nie som tu prvýkrát, som tu asi 5. alebo 6. Kanáda, s takým nadšením pozorujem, ako táto súťaž rastie. Immár 5. 6. alkalommal kaptam meghívást a versenyre, és mindig lelkesen figyelem, mivé növi ki magát évről évre ez a verseny. A 21 évvel ezelőtt lerakott alapok nagyon erősek, szilárdak, komoly hagyomány született, és bizony a hagyományoknak éltető erejük van, hiszen ha tiszteljük hagyományainkat, akkor tiszteljük elődeinket is, függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű. És e szavaló verseny éppen ezt fejezi ki, így hát szurkolok, hogy a verseny a jövőben is sikeres legyen. A fiatalok örülhessenek a szép sikereknek, és annak is szurkolok, hogy a két nemzet együttélése is ilyen legyen, hiszen nagyon nagy szükségünk van rá.